strings. Louder. A karakterünk kinézete egy alapvetően elég korlátozott lehetőség, hisz jelenleg nincs lehetőségünk arra, hogy teljesen személyre szabjuk minden részletét. Éppen ezért elég sok példa lehet arra, hogy ugyanolyan karakter, vagy másképp mondva skin jön velünk szembe, mint amelyik a miénk is. Ezzel a lehetőséggel azonban meglehetősen jól tudjuk karakterünket módosítani, ez pedig nem más, mint az öltözék kiegészítők, vagy mondhatjuk divatboltnak is. Magát a boltot Eles belvárosában, a plázán belül a ruhaboltban találjuk. Ahhoz, hogy megnézzük, milyen kiegészítők vannak, csak álljunk bele a zöld markerbe, pontosan abba, amelyiknél a kiegészítők feliratot találjuk. Ekkor egy panel fogad minket, mely kategóriákra bontva tartalmazza és listázza nekünk a kínálatot. A főbb kategóriák itt jelenleg a sapkák vagy kalapok, szemüvegek, karórák, táskák, maszkok és végül a nyakláncok. Fontos tudni, hogy a kategóriák, illetve a tartalmak bővülnek majd a jövőben, tehát mindig lesznek új viseletek, tárgyak. Nézzük meg most a sapkák, kalapok részleget, kattintsunk rá. A kategóriát lenyitva további alkategóriákat láthatunk, és az alkategóriákon belül a kínálatot. Egy rövid leírást láthatunk természetesen a tárgyról, azonban mivel törekedtünk a szinte tökéletes és egyben nagyon részletes rendszerre, lehetőségünk van az adott tárgyat, kiegészítőt megnézni a vásárlás előtt. Ahhoz, hogy megnézzük azt, kattintsunk a tárgy előnézet gombjára. Ekkor egy új ablakban láthatjuk a tárgyat, és tudjuk mozgatni, körbeforgatni az egér segítségével, sőt a körgővel még zoomolni is tudunk. A vásárlás panelba visszalépéshez használjuk az Escape billentyűt. Ha találunk egy nekünk tetsző kiegészítőt, akkor vásároljuk azt meg. Ezt a megvétel gombra kattintással tudjuk megtenni. Ha ez megtörtént, akkor a tárgy már nálunk is van. A példa kedvéért még vásároljunk két dolgot. A sapkánk már megvan, én most még vásárolok egy szemüveget, majd ha kiválasztottam a nekem tetszőt, akkor vásárolok még egy táskát is mellé. Nos, ez is megvan, ha gondolom, akkor el is hagyhatom az üzletet, hisz nálam vannak a vásárolt dolgok. Ahhoz, hogy az adott kiegészítőt felvegyük, két lehetőségünk van. Vagy a dashboard beállítások részlegénél található kiegészítőim gombra kattintok, vagy beírom a per cuccaim parancsot. Ekkor bejön a kiegészítőm panel, ahol azt látom, hogy több slot is rendelkezésemre áll. Minden slotra tudok kiegészítőt beállítani, amiből az látszik, hogy alapesetben két kiegészítőt hordhatok, viszont 1000 prémium pontért további slotokat szabadíthatok fel, így összesen akár 6 kiegészítőt is viselhetek egyszerre. Nos, én most 3 kiegészítőt is vásároltam, így kapásból vásárolok egy slotot, amit természetesen csak egyszer kell megvennem. Nos, a slotot megvásároltam, a prémium pontot pedig levonta tőlem a rendszer. Kezdjük el az öltöztetést, beállítást. Kezdem a sapkával. Rákattintok az első slotra és kiválasztom a megvásárolt tárgyat. Ekkor a kiegészítő rám kerül és kapok egy editor részleget hozzá. Nézzük is át alapvetően. Kapunk 3 tengelyt, ezek X, Y, Z tengelyek, 3 színnel megkülönböztetve, alul pedig az alábbi menüpontokat kapom. Mozgatásmód, forgatásmód, méretezésmód, alapállapot visszaállítása, mentés, mentett elrendezések. A mozgatás módban beállítom az elhelyezkedését a tárgynak úgy, hogy a kurzor módba, M betű, folyamatosan be és kilépek, hogy tudjam forgatni a kamerát, és a kurzor módba pedig tudom állítani a tárgyat. Mindig arra a gombra kattintsunk és tartsuk nyomva azt, majd mozgassuk az egeret, amelyik tengelyen szeretnénk elmozgatni a tárgyat. Lehetőségünk van még az adott tárgyat forgatni, szintén 3 tengelyen, méretezni, azaz a tárgyat tudjuk növelni és csökkenteni, szintén 3 tengelyen, amivel azt is elérhetjük, hogy a tárgy magasabb legyen, vagy akár szélesebb.
Maradék három opciónk még az alapállapot, arra való, hogyha esetleg nagyon elrontottuk a tárgyat, akkor tudjuk resetelni, visszaállítani a pozícióját alapra, és jön az egyik legfontosabb, a mentés. A mentés az, ami végül felhelyezi a tárgyat, kiegészítőt a karakterünkre, tehát ha beállítottuk számunkra megfelelően, akkor a mentés gombbal fogadjuk el azt, így pedig rákerül a karakterünkre. Lehetőségünk van végül egy tárgyat elmenteni, ez pedig kitapasztalja magának az ember, hogyan is működik megfelelően. Ha megvan a beállítás, jöhet a következő. Elhelyezem most a még vásárolt tárgyakat. Kezdem a 2-es szloton és odarakom a szemüveget. Most ezt beállítom úgy, hogy megfelelő legyen. Végül a már prémium pontból vásárolt harmadik slotra berakom a táskát. Nos, kész a beállításunk, most már nagyon frankón nézünk ki. Összeállításainkat el is tudjuk menteni, nézzük meg ezt is. A cuccaim panel alján található öltözékek menüt választom, itt pedig rámegyek a jelenlegi öltözet mentésére. Átnevezem most tutoriálra, hogy tudjam, hogy ez az öltözék, amit én csináltam. Most ismét visszamegyek a cuccaim részlegbe, itt pedig leveszem mindegyik kiegészítőmet, azaz most nincs rajtam semmi, vagy akár vehetnék fel újabb kiegészítőket. Most ismét az öltözék menüt választom, ahol itt meg is található a mentésem. Most rákattintok a mentett állapotra, és a rendszer azonnal visszarak minden tárgyat úgy, ahogy mi azt elmentettük. Még egy fontos gondolat van, a cuccaim közt idővel akár rengeteg kiegészítő is gyűlhetne. Természetesen tudunk törölni a megvásárolt dolgokból, ehhez menjünk ismét a cuccaim részlegbe, majd válasszunk egy szlotot. Ekkor behozza ismét a vásárolt tárgyakat, és láthatjuk, hogy minden tárgy előtt van egy X ikon. Ha erre rákattintunk, akkor egy megerősítő üzenetet követően már el is dobtuk a tárgyunkat. Nagyjából ennyit kell tudni az öltöztetése vagy kiegészítők rendszerről. Reméljük minden kérdésre választ kaptatok ezzel kapcsolatban. Részünkről már csak annyi maradt hátra, hogy jó szórakozást kívánjunk. We make the streams louder.